Márciusban elhunyt székelyudvarhelyi születésű Ötvös Péter Szent István rendel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas zeneszerző, zenepedagógus és karmester tiszteletére rendezett koncertet az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Szent István Művelődési Házban. Az Isten áldotta tehetségű Ötvös Péter a 20.-21. század egyik legismertebb operaszerzője volt, aki a modern európai zenetörténet minden műfajában korszakos jelentőségű műveket alkotott. Az utóbbi egy hónapban ez a személyes kapcsolat ez azért jelentősen felértékelődött, mivel pont egy hónappal ezelőtt hunyt el Ötvös Péter zeneszerző. A 20. század második felének és a 21. század magyar zeneszerzésének egyik legmeghatározóbb alakja tényleg a nemzetközi zenei szintéren. Ez a ma esti koncertünk, ez eredetileg egy 80. születésnapi koncertnek készült, most a sajnálatos apropó következtében emlékkoncerté alakul. A fehérvári muzsikusok Ötvös Péterre két korszakos zeneművével, egy Mozart Tomással és egy klarinét kettős versennyel, Maurice Ravel zenéjével, valamint Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetője Ötvösnek dedikált ősbemutatójával emlékezett. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vendége Rémi Dürüp, a francia koncertmester generáció kiemelkedő képviselője, a Párizsi Ensemble Links művészeti vezetője, az Ötvös Alapítvány mentorátja és számos nemzetközi karmesterverseny győztese volt. Egy olyan vendégkarmesterünk érkezett Franciaországból, Párizsból, Rémi Dürüp személyében, akit én mondjuk a magam részére Ötvös utolsó ajándékának tekintek most, hiszen Ötvös Péter ajánlására érkezett hozzánk Rémi Dürüp, aki az Ötvös Alapítványnak a mentorátja volt, tehát Ötvös Péter személyes tanítványa volt. A hangverseny megerősítést nyújtott a klasszikus kortárs muzsika kedvelőinek, kivételes modern darabok hangzottak fel, az esemény rangját pedig jelzi, hogy a koncertet megtekintette Brazília budapesti nagykövete is.